kárenyhítés rendszere Magyarországon már 2009 óta bevezetésre került. Minden terület alapú támogatást benyújtó gazdálkodónk tagjává válik ennek a kárenyhítési rendszernek azáltal, hogyha 10 hektár fölötti szántó vagy 5 hektár fölötti szántóföldi zöldség, illetve 1 hektár fölötti ültetvényre kér terület alapú támogatást. Őnekik ebben a kárenyhítési rendszerben való részvétel úgymond jogszabály írja elő. Kisebb gazdálkodók is csatlakozhatnak önkéntes alapon ehhez a rendszerhez. A kárenyhítési rendszer arra szolgál, hogy az adott gazdálkodási évben a gazdálkodókat ért káresemény általi jövedelem kiesést valamilyen módon legalább pótolni tudja. De arra is szolgál, hogy magát a káreseményt megelőzze, azáltal, hogy a jégkármérséklő rendszer működtetéséhez hozzájárul az adó. A kárbejelentés módja minden esetben elektronikus módon történik. Fontos kiemelnem, hogy kárbejelentő juttatás iránti kérelmet az a gazdálkodó nyújthat be, aki magát a káreseményt, a mezőgazdasági káreseményt a bekövetkezést követő 15 napon belül az arra szolgáló államkincstári felületen bejelentette, majd ezt a kormányhivatal helyszíni ellenőrzés keretében levizsgálta, és ők megállapították a legalább 30%-os bevétel, illetve hozamkiesést. Azonban fontos tudni, hogy a pozitív kormányhivatali határozat önmagában még nem jogosít fel kárenyhítési juttatás kifizetésére. Ezért külön kérelmet kell benyújtani. Erre a kérelemre lehetőség van 2023. november 30-áig éjfélig az elektronikus felületen történő benyújtásra. Többször is megteheti a gazdálkodó a kérelem benyújtást, de az utolsó benyújtott kérelemben foglaltak alapján fog döntést hozni az államkincstár. Ez az időpont jogvesztő. Tehát ezután már sem új dokumentum felcsatolására, sem jogorvoslatra lehetősége nincsen a gazdálkodónak. A kárenyhítő juttatás iránti kérelemről a kormányhivatal 2024 márciusáig hoz döntést, és a kifizetésről onnantól gondoskodik.